A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó módon egy Coelho idézettel kezdeném. Az emberi fajnak két nagy problémája van. Az első, eltalálni azt a pillanatot, amikor valamit el kell kezdeni. A második pedig eltalálni azt a pillanatot, amikor abba kell hagyni. Vendégem pedig Varga Lili, aki legalábbis itt Székesfehérváron egy bizonyos időre abba hagyja, bár mi reménykedünk továbbra is, hogy majd fogunk találkozni a színpadon. Mint tudjuk, a Városháza dísztermében erről beszámoltunk mi is, Cserpakovics András és Lerner Zsolt fogadta a távozó színművészeket, és hát Tóth Ildikót, Varga Lilit és Nagy Pétert. Azóta megvolt a záró rendezvény is, mármint a záró este, az évad záró a Vörösmarty Színházban. Kiderült, hogy volt számos távozó, és hát én feltettem magamnak a kérdést, hogy érdemese kell-e beszélgetni azokkal, akik egy bizonyos idő után elhagyják a Vörösmarty Színházat. Úgy döntöttem, hogy igen, mindenképpen kell, hogy erről beszéljünk. Annál is inkább fontos ez, hiszen az elmúlt időszakban rendkívül sok örömet szereztetek a színház rajongóknak. Korán sem véletlen, hogy egyik legerősebb társulat és nagyszerű darabok voltak az elmúlt időszakban. No, hát akkor egy kicsit kezdjünk el erről beszélgetni, hogyan született meg a döntés. Én visszatekintenék egy kicsit a szakdolgozatodra. Abban azt írtad, hogy az, hogy mindenkinek megvan a saját élete, amihez bátorság kell, az, hogy az ember tudja képviselni önmagát, főleg a mában. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit vonatkozik is most a távozásodra is. Annál is inkább, mert ha elindulunk, akkor 2012-t írtunk akkor, amikor még végzős színműsként a cserhalmi tyutyú nagyszerű rendezésében bemutatták a 12 dühös embert, és abban ugye ott voltál, mint ahogy most is, 11 esztendő múltán, szintén cserhalmi rendezésében. Bocsáss meg, annyit helyesbítek, az 16-ban volt. Most két? Igen. Tehát 16-ban végeztem, és abban az évben, vagy abban az évadban, 15-16-os évadban először is üdvözlöm a nézőket, és a fehérváriakat, és mindenkit. Nem volt egyszerű döntés, ezt meg kell mondjam. És nagyon érdekes, hogy mondtad a szakdolgozatot, mert hirtelen nem is emlékeztem erre, megmondom őszintén. De igen, és annyiból eszembe jutott pont a szakdolgozat, hogy az volt a címe, hogy kapunyitás. És ez is most egy újabb kapunyitás. Nehéz a szívem, mert nagyon, nagyon megszerettem ezt a várost. És nagyon megszerettem az embereket és a nézőket, és nem csak úgy mondom, te is ismersz, tényleg így is gondolom. Ilyen fokú figyelmet és szeretetet, amit a nézőktől kaptam, az nagyon ritka. És nagyon nagy kincs. Én itt éltem szinte, hiába Budapestről jártam fel, de minden napjaimat itt töltöttem. És ha egészen őszinte akarok lenni magamhoz, azt hiszem, hogy tőlük a legnehezebb. Most elbúcsúzni. A társulat, meg az emberek, ez egy örök kötelék marad. Tehát egy család voltunk most itt Én együtt. Én azt láttam, hogy megtaláltak a szerepek, hiszen erről már beszéltünk, de például a 2016-17-es évadban egy fantasztikus évad volt, hiszen több mint 100 előadásban játszottál. Bizony. Ez egy abszolút megerősítés mindenképpen. Tehát egy esztendővel valóban azután, hogy a 12 dühös emberben bemutatkoztál, egyszerűen én azt hiszem, hogy lubickoltál, sőt a néző is, mert hogy egy egészen más stílus képviseltél, különleges volt mindenféle értelemben. Hogy Igen. emlékszel erre vissza? Fantasztikus élmény volt, akkor tudom, hogy erre is vágytam, hogy éjjel-nappal dolgozzam, hogy jelen legyek, hogy itt legyek, és annyiféle és fajta feladatot kaptam akkor, és az nagyon,
Szóval annyira színes volt a paletta. Ez megerősítést jelent ilyenkor? Persze, abszolút. Azért van egy közeg, aki egyetem után hirtelen befogadja az embert, és tényleg befogad. Tehát ezt úgy gondolom, hogy egyáltalán nem éreztem akkor magam pályakezdőnek vagy diáknak, hanem ugyanúgy kezeltek, mintha x éve a pályán lennék. És megerősítés, igen. Az, hogy az ember különböző feladatokat csinálhat, külön műfajokban, az megerősítés mindenképpen. Arról nem beszélve, hogy számos barátság született. Így van. Vannak olyan társulatok, ahol távolságtartóak, aztán csak egy idő után robban be valaki, az új, ha úgy tetszik, viszont az első pillanattól kezdve nagyszerű barátokra lehettél, Kerkai Rita, Kincsár Kamé személyében, és természetesen a többiekről is beszélhetnék, de őket különleges kapcsolat fűz hozzájuk a jelenben is. Igen, és pont ezt beszéltük például a Kamillal, hogy az lesz a legfurcsebb. Így mondta, hogy mi lesz, ha te elmész. És mondta, hogy hát nem... Mondom, hogy ugyanúgy fogunk találkozni, meg együtt leszünk, és mondta, hogy igen, de nem egy lesz a jelenünk. Hát igen, a Mesél a Látóhegyről az egy dolog, meg az utána következő számos darab, amit közösen csináltatok, de igen, hát egy kicsit változik. Hogyan készül valaki a búcsúra? Milyen motiváció rejlik a búcsúzkodásban? Hiszen nyilvánvaló, hogy távozol Székesfehérvárról, de például a barátok és a bizonyos értelemben az emlékek megmaradnak. Így van, megmaradnak, és meg egy-két szerepet is megtarthatok, és akkor azokat viszem tovább. Tehát fogok még találkozni a nézőkkel is. Nem tudom, erre nem tud felkészülni az ember. Én próbáltam, esküszöm, tehát hogy felkészítem a lelkem és magam, de erre nem tud az ember hogy készülni. Megszületik az emberben belül egy őszinte és mély döntés, amit utána képvisel, mert azt érzi, hogy muszáj. Igen, a döntés felelőssége az ilyenkor mindenképpen tetten érhető. Viszont ha visszatekintünk az azt követő esztendőkre 2018-tól és a többi, egyszerűen fantasztikus volt az a repertoár, amiben részt vehettél, a különböző szerepekben, tehát ha egy kicsit végigmegyünk, azért mondj néhány gondolatot róla, hiszen voltak főszerepek, nem mindig beszélhettünk. Például itt volt nekünk a Chicago. Én azt hiszem, hogy egy olyan cool darab, amit lehet szeretni vagy nem szeretni az amerikai indítatású zenés darabokat, musicaleket, de ez az egyik csúcspont mindenképpen. Én nagyon kedveltem. És az egész próba folyamat is végtelenül izgalmas volt, és én nagyon-nagyon sajnáltam, hogy azt nem játszhattuk tovább. De mindenféle tekintetben, ugye akkor jött a Csabának az osztálya, velük karöltve táncoltunk, dolgoztunk, tehát emlékszem arra az én egetrengető és megfeszítő munkára, ami a Chicago volt, és közben az a felszabadultság, tehát amit az ember akkor a színpadon megélhet a Chicagóban, az szerintem egyedi. Igen, ez kicsit hasonlít, mert az ember tragédiája egyhez és kettősz, hiszen színházszörténeti pillanatok voltak. Jaj, tehát úgy, például az, hogy négy különböző rendező csinálja, illetve négy fantasztikus író írja meg a második részt, és abban tevékenyen részt venni, és egy kicsit tovább gondolni egy klasszikust, az egy fantasztikus érzés lehet. Igen, és én a színháznak ezt a vonalát nagyon-nagyon szerettem és kedveltem. Mercedes-Benz az első szerető szerepében. Igen, az Eszterházi szöveg miatt volt nekem jó találkozás. Hát Eszterházi Péter mindenféle értelemben különleges, de nagyon is jól tudjuk. Mint ahogy és a fűző miatt, bocsánat. Kicsit átdolgozott Bagó Berci által a Tennessee Williams, a Vágy nevű villamos. Ugye a Vágy villamosát mindenki ismeri, látta vagy beszélt már róla. Ez viszont egészen különleges volt részetekről is. Igen. Én először kaptam egy ekkora szerepet akkor, és nagyon érdekes találkozás volt önmagammal, és ennek az egésznek a folyamatával, ahogy létrejött, ahogy eljutottunk ilyen értelemben a végére.
És furcsa volt, annyira összekapcsolódtunk akkor az Ildivel, Tóth Ildivel, így idegrendszerben, lélekben, mindenben, hogy még azt is megéreztük, hogy melyik lesz az utolsó előadás. Ugyanakkor szintén egy egészen kivételes pillanat lehetett, legalábbis nekünk, a Mikvé. Igen. Arról nem beszélve, hogy ugye a telihai rendezés mindig különleges, azt is tudjuk, sokatszor mondom el, hogy különleges, de valóban itt nem csak kívülállóként, hanem odafigyelő újságíróként is azt látom, hogy ő mindig valami egészen mást képvisel, és erre ti vevők vagytok, ahogy igen. tetszik, te pedig különösen. Nagyon sokszor mondom azt ma, hogy nagyon, de rendkívül szeretem a Pétert és azt, ahogy gondolkodik, ahogy látja a világot, ahogy belemegy a részletekbe, vele próbálni is külön élmény, és a Mikvében például az, hogy ott voltunk együtt összezárva a Pelikánba, mert akárhogy beszélünk, a Pelikán mindig ugye egy külső helyszínként működik, és ott ilyen elszigetelten műhely munkákat hozunk létre. Legalábbis én mindig így érzem. És ott a Péterrel együtt ez a 8 nő, ahogy egymásra kapcsolódik, ahogy egymás lelkéből, egymás szeméből, egymás gondolatából dolgozik, az egy külön csoda. És ha már Pelikán, Kerkai Rita. Én bizony. Nagyon-nagyon vártam már, hiszen ő egy más stílus képvisel, és ráadásul azzal, hogy rábukkant Ulickájára, ami azóta folytatódik, mint tudjuk, azzal nagyon sokat segített mindazoknak. Itt az odaadó hívetek Surik volt az első, és hát azt hiszem, hogy egy olyan darab született, amire mindig emlékezni fogunk. Igen. Ulickai világa is annyira más ahhoz képest, amit ugye megszoktunk. És viszont ugyanúgy számomra, mint egy Bergman, ugyanúgy annyira emberközpontú, és annyira belemegy a részletekbe. És a Ritának rendkívül jól áll szerintem ez a világ, és az ő gondolatiságával nagyon találkozik. És annyi finom ötlet, olyan sok finom humor van benne, ami számomra azért volt akkor rendkívül izgalmas, mert a nézőket, tehát annyira testközelben vagyunk, mind a stúdióban, mind a Pelikánban a nézőkkel, hogy sokszor az ilyen suttogásokat is hallja az ember, és amikor hallottam, nem is tudom pontosan visszaidézni, volt egy pillanat, hogy az egyik néző azt mondta, hogy ja, igen, akkor ez azt jelenti, most én értem, de jó, az meg akkor, igen, értem, tehát így kommentelte végig, és annyira jó érzés volt az, hogy át tudtunk valamit így adni. Igen. Nagyon, nagyon jó volt. Ez lejött a színpadról mindenképpen. Mint ahogy az is érdekes, hogy számmisztikával kell, hogy foglalkozzunk egy kicsit, hogy a 2016-ban megérkeztél. 2018-ban már tiéd lett a Vörösmarty gyűrű. Igen. Két esztendő múltán a Domján Edith díj, majd az elmúlt évben pedig az Évad színésze lettél. Igen. 2022. Ezt hogy élted meg? Hiszen a pályád alapján, tehát van, aki nagyon sokat vár erre. Tehát nyilvánvaló, hogy egyik oldalról biztos vagyok benne, hogy megerősítést jelentett. A Vörösmarty gyűrű az egy különleges, az egy más történet. Viszont a Domján Edith díj, arról beszéltünk, az azt hiszem, hogy felszabadít. Így van. Tehát ha egy kicsit az egekbe emel, ha nem is az egekig, de az felemel. Az Évad színésze díj pedig egymás között dől el, és az pedig megint egy csoda. Igen. Ezeket hogyan élted meg? Visszatekintve tud az ember úgy értékelni. Tehát akkor, azt nem tudom visszaidézni, abban a pillanatban azt tudom, hogy a Domján Edith díj az egy eufórikus állapot volt, hogy, és egy nagyon váratlan pillanat, de ugye akkor erről beszéltünk, a hirtelen telefonról, és nem is hittem el. A Vörösmarty gyűrű meg azért volt számomra akkor ilyen hihetetlen, mert egy éve voltam itt. És az, hogy a társulatnak ez a fokú bizalma, az szerintem, tehát ezt nem tudja az ember szavakba önteni. Nem. Tehát ez csoda. Az Évad színészét pedig akkor, meg bevallom őszintén, hirtelen akkor nem nagyon értettem, hogy miért én kaptam abban az évben, hiszen rajtam kívül rengetegen fantasztikus szerepeket csináltak. És akkor rájöttem, hogy valószínűleg az Antigóné miatt, amit ugye Nagy Igen. Péter rendezett. De Antigónéről fogunk beszélgetni, hiszen Nagy Peti rendezte, és erről Igen. külön szó kell, hogy essék, hiszen ő is egy egészen kivételes stílust képvisel. Előtte azonban menjünk el Don Quixote-zni.
hiszen a Vüsképű lovag is Vogó Berci rendezésében egy olyan darab lett belőle, amihez nem szoktunk hozzá. Tehát mi a klasszikusokat úgy értelmezzük, úgy olvassuk, úgy emlékezünk rá, hogy annak idején eljutott hozzánk könyvben, vagy akár színházban, hiszen ez minden társulat játszotta valahogy valamikor. Ez pedig megint más volt. Ehhez a megint máshoz pedig hozzászoktak már szerintem a fehérvári színház nézők, mert hogy ez gyakori. Igen. Te hogy élted meg ezt? Én nagyon alapból azt gondolom, hogy nagyon fontosak a gyerekelőadások és az ifjúsági előadások egy színházban. És ezért kezdtük mi ugye annak idején most, amiről beszéltünk is, bocsánat, hogy picit eltérek a Don Quixote-től, de mindjárt visszatérek rá, a Hópely hercegnőt, ugye a Mesellátóhegyet. Mert én azt nagyon fontosnak tartom, hogy pláne ha itt élünk, és rengeteg diák van ebben a városban, hogyha még már gyerekkorban velünk találkoznak a színházzal, akkor ők arra emlékezni fognak. És akkor később lehet, hogy pont azért jönnek be a színházba, és vannak ott velünk. Én például találkoztam azóta olyan gyerekkel, aki általános iskolásként jött vissza, és pedig a Hópely hercegnőben ekkora tökmakként volt még ott velünk, és azt mondta, hogy visszajöttem a Hópely hercegnőhöz, vagy visszajöttem azért, mert akkor találkozott ezzel az élménnyel. És a Don Quixote nekem azért volt akkor vicces, mert abban is ugye énekelhettem, ugyebár. Meg azért az egy frappáns dolog volt szerintem, azzal, hogy ugye percenként változtattuk a jelmezeket, minden nyílcínen történt, minden ilyen gyorsan és egymás után. Az eszköztelensége volt szerintem a Don Quixote-nek a varázsa. És Antigone, ugye már esett szó róla. Én azt mondtam akkor, hogy megszületett egy klasszis rendező. Így van. Hiszen egészen én ilyen Antigonét még nem láttam, pedig ugye hát az örök klasszikus nyilvánvaló, azt valaki kora, majdnem csak gyermekkorától figyelemmel kíséri, ha olvasta, és óhatatlanul is találkozik vele színházban, de ez kicsit más volt. Én azt hiszem, hogy ezt ti is így gondoltátok, hiszen tehát mindenki átszellemült volt. Igen. Ott. Életem egyik legjobb próba folyamata volt, komolyan. Mondjuk a Vágyvillamos után, tehát ezt mondom, tényleg. Nekem a régi módi ugye a maga a történet miatt volt olyan, de az Antigone-ban a Peti valószínűleg azért is, mert színész, és de önmagában ugye van egy elképesztő stílusa szerintem, és nagyon egyedi stílusa a Petinek, és annyira jól tudott minket vezetni a próba folyamat közben, nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy kit, meddig, tehát annyira tűpontos volt abban, hogy most ezzel az emberrel eddig próbáljuk ki, még feszegetjük azokat a határokat, akkor még próbált ki azt, hogy, és valahogy annyira fel tudott minket spanolni, és annyira ösztönzött minket minden egyes pillanatban, hogy alig várta az ember, hogy csinálhassa, tényleg. És akkor ugye nekem azért is volt különleges az Antigone, mert ugye pont akkor robbant ki a háború a szomszédban. És pont akkor volt a fő próbánk. És azért az az élmény, ott vagyunk mi is a háborús díszletben, ilyen értelemben, az hátborzongató volt. Igen. Az hátborzongató volt. És azzal a tudattal csinálni, hogy ez történik közben a szomszédban. Tehát, hogy... Így van. Időközben azért volt koronavírus járvány, gazdasági válság egyéb. Ezt általában ugye más kontextusban szoktuk erről beszélni, de én azt hiszem, hogy nehéz pillanatot éltetek meg ti magatok is, és értelemszerűen a színházrajongók, mert hogy nem volt mit nézni. Legfeljebb emlékeztettük magunkat arra, hogy milyen is volt színházba járni. Viszont ezen azért túl kellett lendülni mindenképpen. Én azt hiszem, hogy pozitív energiák szabadultak fel. És pontosan ezért az Ember tragédiája 2 egy egészen, tehát önmagában, hogy Darvasi Marton, Tasnádi Závada, és megint a 4 rendező, és egészen másként megmutatni, hogy mi történhet az Ember tragédiája után, Madács után, hogyan lehet a 21. századba, vagy még tovább elvezetni ezt a történést, az megalkuvás nélkül természetesen. Jó volt látni benneteket. Jó. És maga
ugye annak a folyamat is, ahogy elkezdődött, mert még Zoom-on volt az olvasó próbánk, tehát egymást néztük a monitoron keresztül, és nem tudtuk, hogy be tudjuk-e mutatni, vagy mi lesz ennek a vége. De sikerült, és az, hogy az írókkal együtt dolgozunk, az mindig jó. Az jó. Ez mindig jó. Lassan megérkezünk a mába. Ugye keretbe zárva a történetet, a 12 dühös ember, ez egy nagyon-nagyon fontos darab volt, hiszen ismét megjelent körünkben Cserhalmi György, és ráadásul egy különleges helyszínen, a Városháza dísztermében, tehát ház előtt. Önmagában a darab is egy olyan falsúlyos történet, ami azt hiszem, hogy mindenkinek ad valamit, mindenkinek segít, megmagyaráz bizonyos megmagyarázhatatlan dolgokat. Ebben valósággal lubickoltatok, az egyértelmű volt. És ennek kapcsán kérdezem, hogy nyilvánvaló, hogy olyan döntést, hogy valaki távozik a társulattól, ahhoz sok gondolkodás szükséges, mire végre megszületik, és véglegessé válik. Mikor született meg ez benned? A felvetés önmagában, hogy egy új Varga Lilit építesz fel színháztagság nélkül. Igen, pont még mielőtt elkezdtük a 12 dühöst januárban, tehát akkor született meg a fejemben a téli bezárás alatt ez a gondolat igazán. Utána megcsináltuk a 12 dühös embert, és valahogy azt éreztem, hogy ez nekem így kerek. Nem tudom jobban elmondani, tényleg nekem így kerek, és ezt, tehát van az emberben, és lehet, hogy pont amiatt, hogy felsoroltad ezt a sok díjat, és ezt a rengeteg elismerést és pozitív dolgot, pont ezért van egy olyan érzésem, hogy nem akarok mások szemében hálátlannak tűnni ezért, hogy elmegyek. De belül érzem azt, és ezt egy fontos dolognak tartom, hogy egy alkotó, meg egy színész, vagy egy művészember nem teheti meg azt, hogy kiüresedjen. Nem, egyszerűen nem teheti meg. Mert akkor mit ad? Voltak dilemmáid? Persze, hogy voltak. Persze. De azokat mindig leküzdöttem, tehát vagy mindig túléltem. Viszont most kifejezetten azt éreztem, hogy nem akarom megvárni azt a pontot, hogy én elfogyjak. Tehát nem akartál nosztalgiázni semmiképpen? Nem. Nyilván nem. Ilyenkor, amikor a döntés felelőssége, mert ugye kétféle, vagy dönteni kell, vagy önpusztítani. Igen. Ugye az egzisztencializmus alapja, mint tudjuk. Igen. És te döntöttél. Igen. Kivel beszélted meg először? Nem bulvár szinten kérdezem. Ritával. És ő mit mondott? Azon Ritával. Felül, hogy szomorkodott, viszont nyilván megerősítést jelentett az ő véleménye. Igen, teljesen megértett, és egyetértett velem. És ebben az is benne van, hogy mondjam, sok rétű. Azt is tudom, hogy most még megtehetem ezt. Tehát, hogy most vagyok abban a korban, időszakban, hogy még nincsen gyermekem, nincsen családom, tehát most van az a pont, hogy ezt még megtehetem, és most még mehetek, és kísérletezhetek, vagy magamba szívhatok sokféle tudást. És határozott elképzeléseid voltak akkor, illetve hát nyilván ezek már kikristályosodtak, hiszen erről beszéltünk, hogy mit hozhat a jövő? Vannak terveim, és vannak lehetőségek is. Akkor még nem volt, tehát amikor megszületett ez a gondolat, akkor egy ilyen nagy semmibe ugrottam gondolatban. Ami most kifejezetten nehéz, mert tudjuk, hogy a kultúrát mennyire sokban tartják, és mennyire nehéz ma a kultúra helyzete. De akkor is azt érzem, hogy akkor sem vagyok hajlandó félni, és rettegni attól, hogy mi lesz. Valami lesz. Ha ez az utam, akkor valami lesz. És azt gondolom, hogy ez az utam, és ebben beletettem nagyon sok munkát, nagyon sok évet. És mindenképpen ezen a pályán szeretnék maradni, és ezt szeretném csinálni. De azt muszáj egy színésznek tartania szerintem, ahhoz, hogy megfelelő és minőségi szavak jöjjenek ki a száján, és megfelelő élményt tudjon adni a nézőknek, az, hogy impulzusok érjék. Mert különben mit? Igen. Mit adjon? Én azt figyeltem meg, hogy egy egészen, ha már az impulzusokról beszélünk, és visszatekintünk, hiszen a koronázási játékokat nem hagyhatjuk ki, abból a pályafutásból, ami Székesfehérvárhoz köt, hogy az utolsó, és egyébként most nem lesz, látod, ebből is az utolsó lett, igen, a tiéd, egy olyan főszerepet kaptál, ami
meg annyi mélységet hordozott, és ez lejött nekünk is, szerintem minden nézőnek, és láttuk rajtad is. Tehát ez bizonyosan hiányozni fog. Ez biztos. Ugyanakkor a Mágnás Miska volt ilyen értelemben a búcsú, amit meg is tartasz. Tehát egy vidám történet, ami részben vidám, mert hogy ugye ez az adaptáció is kicsit más, mint amit mi megszoktunk. Igen, nekem is ugye szokatlan volt a mód, ahogy ebbe belekerültem, de nagyon örültem neki. Hát máskülönben mikor játszanék el egy operettet? És külön is azért is örültem neki, mert nagyapám is játszotta a Mágnás Miskát. No. Van határozott jövőképed? Azt tudjuk, hogy meg annyi szinkron szerep vár rád. Úgy legyen, amen, igen. Igen. Aztán hallottunk a Pince Színházról. Igen. Néhány darab itt megmaradt Székesfehérváron, és egyébként? Igen, és vannak tervek még, tehát meg lehetőségek, csak erről azért nem beszélnék még, mert ami még nem teljesen biztos, akkor azt nem szeretném, hogy ne legyen biztos. Ennyiből babonás vagyok, tehát ami már teljesen biztos és fix, azt elmondom szívesen, de most a többit még annyira nem szeretném. Tehát a végtelen a tiéd, ilyen értelemben a fekvő nyolcas. Mit kívánjunk, Lili? Szerencsét. Szerencsét, és még erőt, és minél több. Jó, hát erre nyilván lesz rá módod, lehetőséget, hogy a maximumot kihoz magadból, hiszen ez mindez idáig így történt. Azon nem árulok el titkot, hogy hiányozni fogsz, és hát én minden színház rajongó nevében sok sikert kívánok. Köszönöm, és úgy legyen, és ezt szeretném elmondani, hogy te is nagyon fogsz nekem hiányozni, és az egész fehérvári közeg, és minden nézőnk nagyon fog nekem hiányozni. Akkor fel meg annyi tapsra, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a búcsúzó Varga Lilivel beszélgettünk, mit hozhat a jövő, mi volt a múlt. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább a jövővel foglalkozunk, hiszen meggyőződésünk nekünk színházbarátoknak, hogy továbbra is szép sikereket ér el a színpadon a következő időszakban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.